Az Osonó Színház műhely már régóta gondolkodott azon, hogy egy szociális projektet művészeti vonatkozással intézményben nevelkedett fiataloknak megvalósítson. A Visszhang a sarokból című művészeti szociális projekt, román nevén E Coding Colts, a Román Nemzeti Kulturális Alap támogatásával jött létre, és 2018. novemberében zárul. A pályázatnak az volt a célja, hogy közösen a két gyermekvédelmi igazgatósággal, Kovászna és Hargita megyéből 40 fiatalt vonjon be olyan tevékenységekbe, amelyek által a kulturális életüket tudják sokszínűsíteni, megismerkedjenek különböző művészeti ágazatokkal, és részt vegyenek olyan műhelyfoglalkozásokon, amelyek által a saját személyiségük fejlődik. A színház műhely számára nagyon fontos, hogy a színházi meg az oktatási projekteken túl szociális projekteket is létrehozzunk. És a társulat számára nem ez az első eset, amikor hátrányos helyzetű fiatalokkal dolgozik, vagy dolgozunk. Viszont ennyire átfogó projektünk még ezen a téren szerintem nem volt. Tehát az, hogy a műhelyfoglalkozásokon túl kulturális eseményekre vittük a fiatalokat, kiállításokra, koncertekre, színházi előadásokra vittük, tehát hogy mindenképp olyan élményeket biztosítani számukra, amelyek kulturális élmények, tehát egy picit ebbe is bevonni a fiatalokat. Amit már említettem, műhelyfoglalkozások voltak, és nagyon színes és sokféle műhelyfoglalkozást tartottunk. Azt érezzük onnan, hogy mikor veszed le, akkor egészben marad, nem törik el, egy érzékeny maszk ugyanakkor. Nem, hogy beidegszállod rá. Sőjött a másik fejét. Ugyanez, ebbe egy kicsi vizet azért el kéne. Az én foglalkozásom főleg azt célozta, hogy ne beszéljünk, hanem egy ilyen gipsznek a felépítését fizikailag megéljük, egy ilyen gipszmaszk felépítését. Mivel ennek egy szimbolikus értelmet szántam, inkább szimbolikus értelme miatt vittem be a foglalkozásba, mert mindegyikünk maszkokat visel, és úgy, hogy a gipszmaszkot is rétegről rétegre építed, mindenki ugyanúgy rétegről rétegre építi. A levétele viszont van, hogy egyből van, és ami viszont mindegyiküknél megegyezett, akik a programban részt vettek, az az volt, hogy a gipszmaszk lekerült az arcukról. Volt egyfajta ilyen felébredés, hogy hol vagyok, mi történt, tehát annyi ideig voltam beúnyt szemmel, egy más világ. Tehát ez az újjászületés. Én nem azt kérdezem, hogy ki akkor, ilyenkor szokott egy válasz, hogy nem. És egy sorban. Jó nézek.
ilyesmi közösségépítő csapat foglalkozásra még nem volt példa az eddigi tanulmányaim során. Én személy szerint úgy érzem, hogy ez egy mérföldkő ezekben a projektekben, egy mérföldkő, és tényleg azt mondom, hogy ez ilyenekre szükség van. Főleg a mai világban, ahol az én központosága jellemző, mikor pedig pont közösség kéne legyünk. Ilyen programok vannak, ahol tudjuk érezni azt, hogy foglalkoznak velünk, az nekünk az egy plusz öröm, tudod, mert nem részesedünk ilyenben. Mármint ezek így kiszakítanak minket az ilyen szürke hétköznapokból, így mindenképp jó ez. A csapatot szerintem nagyon-nagyon összekovácsolta, ez az egyik legfontosabb szempont talán. És a másik az, hogy olyan érzelmek nyilvánultak meg egy pár ilyen tréning alatt, hogy elgondolkoztunk, hogy ez egyáltalán hogy lehetséges. Tehát nem képzeltük volna azt, hogy ilyen történhet. Talán még nem találta meg azt az igazi Lenit, ami tényleg igazi, mert ugye nálunk fiataloknál mindig más arcot mutatunk, hogyha elmegyünk kocsmázni valahova, akkor teljesen más az ember, mint amikor a legjobb barátjával van, vagy amikor egy ilyen társaságban van. Amikor tegnap volt ez a tréning, hogy be kellett hunyjuk a szemünket, és bele kellett egy helyzetbe képzelnünk magunkat, akkor fú, kegyetlenül megérintett, még fel is voltam mérgelődve, nem hiszem el, hogy ennyire el tudok pityeredni egy hülye tréning miatt. És érződött az, hogy ez nem csak nálam volt, és akkor éreztem azt, hogy talán én voltam. Talán az volt az igazi Reni, amikor mondtál, és elérzékenyültem. Hát én jól éreztem magam, mert sokat kacagtunk. Az elején így nem voltam megfelelő viselkedésű, de amúgy nagyon tetszett. Jó volt új játékokat tanulni, amikkel fejlesztették a képességeinket. Szerintem még lehetne ilyen. Tehát, hogy akár évközben, akár nyáron, vagyis a vakációkban, tehát lehetne még ilyen program. Ami nekem ebből jó, az az, hogy legalább én felfrissülök meg, hogy jól érzem magam, meg kikapcsolódok. A rossz dolgokat félreteszem, és ami jó velem, az marad meg bennem, ebbe a pár órába, pár napba. Tehát én személy szerint ezért szeretnék még több ilyen programot. Így megtanuljuk, hogy hogyan tudunk beilleszkedni a közösséghez. Tehát, hogy úgy kell viszonyuljunk mindenkihez, ahogy ők viszonyulnak hozzánk, véleményem szerint. De szerintem jó, hogyha ilyen találkozók vannak, mert úgy össze tudunk hangolódni, és hogy nem hidegülünk el egymástól. Úgy vagyok vele, hogy én, amit úgy elvittem magammal, az, hogy inkább adjuk önmagunkat, hogy ne érezzük attól hülyének magunkat, mikor tényleg valami nagy baromságot csinálunk, mert az úgy jó. Merjünk kibontakozni, elven lezajlott játékok is nagyon tetszettek, tehát hogy kezdtem érezni azt a lelkesedést, azt a boldogságot, ami ugye eltölt, hogy itt most szabad, és itt most lehet, és meg lehet nyílni, és nem köt most a spanyol etiketnek az összes szabálya minket, és nyugodtan kiengedhetjük minden feszültségünket, kiengedhetjük minden felgyülemlett gondunkat, bajunkat, és persze még ráadásul egy nagyon jó csapattá is össze tudtunk fonódni. Én személy szerint ezt itt tapasztaltam meg, úgyhogy tényleg ez alá támasztja azt, hogy én tényleg jól éreztem magam a mai nap során. Thank you.
vegyesen kemény élmény is, ugye a film szempontjából, de jó élmény abból a szempontból, hogy ott lehettem, megnézhettem, tapasztalatokkal gazdagodhattam. Én szerintem ez igenis fontos, hogy tudjuk a jelenünket összehasonlítani a múlttal. Mert nem mindegy, hogy a modern korszakot hasonlítsuk a modern korszakhoz, vagy a modern korszakot a régi nem modern korszakhoz. Nem mosolyog, úgy fordítsd az arcodat egy kicsit balra, aha. Nyugtad meg szemben, lehetősen nem szabad csillogni a izé. Oké, na nézzük meg akkor. Ez jó, hogyha nem nézed a kamerát. Készítettük a képeket, beszélgettünk, beállítottuk a fényeket, volt, aki zavarban volt, volt, aki nagyon jól érezte magát, de volt egy közös pillanat, ami mindenkinél megtörtént, és az, amikor kinyitották önmagukat, és megmutatták önmagukat ezek a fiatalok. És annak örülök a leginkább, hogy ezt sikerült Lencse végre kapni. És annyira izgalmas volt az, hogy azok az idézetek, amiket kiválasztottak, volt, aki saját maga írta az idézetét, volt, aki választott egyet, de hogy a kettő együtt nagyon izgalmas történeteket, sorsokat hordozott önmagában. Tehát ahogy megálltunk ezek a fényképek előtt, éreztük, hogy ez nem csak egy egyszerű portré, éreztük, hogy azok nem csak egyszerű szavak, hanem hordoznak valamit magukban. És ez is volt a célja, hogy ezt tudjuk megmutatni az úgymond nagy világnak. Ezeknek a fiataloknak, akik a képeiket látjuk, azoknak a háta mögött, a kép háta mögött sorsok vannak. Elárul egy arc, egy szem, egy orr, egy ránc, elárul egy csomó mindent arról az emberről, akiről szól. Történeteket lehet beleképzelni, hogy ő hogy gond, és főleg azáltal, hogy így mellékelve vannak ezek az idézetek, ezzel elindul egy hang, amit te hallasz, mint néző, mint a megszületne az ő saját hangja te fejedben. És ez szerintem csodálatos. Sokkal többet lehetne tanulni valójában tőlük, mint önmaguktól. Mert ők valahonnan egy olyan nulla pontból indult ki az életük azáltal, hogy nincs támaszuk, nincs anya vagy nincs apai kép. Ami szerintem felbecsülhetetlen, tehát valami nagyon nagy érték. Azt hiszem, hogy a mi feladatunk az volt ebben az egész projektben, hogy a munkánk során a fiatalok is elhiggyék magukról, hogy érték van bennük, illetve kifele az emberek számára is azt tudjuk közvetíteni, hogy nézzétek, itt vannak ezek a fiatalok, kiállítottuk a képeket, fantasztikus idézeteket szednek össze, terveik vannak, céljaik vannak, értékes fiatalok ezek, merjünk szembenézni velük. Ennyivel könnyű.
könnyebb volna, hogyha két életem volna. Egyet örökre odaadnék neked, de a másik szabad lenne. Végül azt hiszem, hogy minden partner nevében azt azért kijelenthetem, hogy folytatni szeretnénk ezt. Remélem sokkal nagyobb hatékonysággal, sokkal nagyobb együttműködéssel, hiszen valahol a fiatalok, azt gondolom, hogy a fiatalokról szól ez a, vagy kellene szóljon ez a történet, nem a bürokráciáról, nem az intézményesített rendszerekről, hanem hogy hogyan tudnánk valamit hozzátenni, akár a gyerekjogvédő hivatalok életéhez, akár és működéséhez, akár ezeknek a fiataloknak az életéhez. Tehát ez egy kezdő lépés volt, most már ismerjük egymást, tehát én értelmét látnám annak, hogy ugyanezekkel a partnerekkel folytatni ezt a projektet. Egy következő pályázat, vagy egy következő pályázat sorozat által akár. Tehát én azt hiszem, hogy ez igazán egy hosszú távú munka és egy hosszú távú befektetés, ez majd akkor fog megtérülni, nem egy projekt által.